Helyi adóbevétel. Szeptemberben több mint 4 milliárd folyt be a városkasszába. Távhő felújítások, a karbantartásokat és fejlesztéseket elvégezte a szolgáltató. Kormányablakok, már két helyen is intézhetjük ügyeinket Nyíregyházán. Önök a Nyíregyházi Televízió híradóját látják, jó estét kívánok! Több mint 4 milliárd forint folyt be helyi adókból szeptemberben a Nyíregyházi önkormányzathoz. A legnagyobb bevétel az iparűzési adóból származik, amelyből a tervezetnél nagyobb pénzösszeg folyt be. A szabolcsi megyeszékhelyen helyi adókból ebben az évben eddig 9,5 milliárd forintot fizettek be a városlakók. A szeptemberi tábla is mutatja, 2 milliárd 400 millió forintot terveztünk, ehhez képest 2 milliárd 800 millió forint érkezett be iparűzési adóból, ami híven tükrözi a nyíregyházi vállalkozásoknak azt az eredményességét, ami jellemző volt 2014-ben, vélemezhető 2015-ben is. Ez a dinamizmus megy, és ugye Nyíregyháza megközelítőleg 10 milliárd forintos adóbevételre tud majd szert tenni. A szeptemberben befolyt helyi adóbevételeket összegző táblázatot mutatja a nyíregyházi polgármesteri hivatal adóosztályának vezetője. A tervezett bevételnél nagyobb pénzösszeg folyt be, az iparűzési adó teljesítésénél mutatkozik a legnagyobb növekedés. Szeptember 15-éig kellett befizetni a 2015 második fél évére esedékes helyi adókat, az iparűzési, építmény, idegenforgalmi és gépjármű adót. A nyíregyházi önkormányzat helyi adókból szeptember hónapban 3 milliárd 652 millió forintot tervezett, de ehhez képest jóval több, 4 milliárd 152 millió 400 ezer forint folyt be. Az iparűzési adónemben volt a legnagyobb növekedés, itt 400 millió forinttal haladtuk meg a terveinket. Ez az erő képesség abból származik, hogy a nyíregyházi vállalkozások jobban teljesítettek 2014 évben, még a vártnál is jobban, erősödött a gazdaság, erősödött az ipar. Nyilvánvalóan itt is ugye a fő húzó ágazatok maga a összeszerelő technika, illetve a kereskedelem, ahol látszik a javuló tendencia, másrészt pedig ugye van egy ellenőrzési felhajtó erő is, a helyi adóhatóság minden évben ellenőrzési metodikát dolgoz ki, és itt is eredményesebbek vagyunk. Szeptemberben építményadóból is több folyt be a tervezetnél, 1 milliárd 39 millió forint helyett 1 milliárd 161 millió 200 ezer forint. Idegenforgalmi adóból az önkormányzatnak 8 millió 800 ezer forint bevétele származott, gépjárműadóból pedig 129 millió 200 ezer forint folyt be. Pótlékként és bírságként 5 millió forintot fizettek be a városlakók. Nyíregyháza önkormányzata 2015-ben helyi adókból összesen 9 milliárd 506 millió 800 ezer forintra számít, ebből a pénzösszegből ez idáig 8 milliárd 844 millió 436 forint folyt be. Szeptember 15-én hivatalosan megkezdődött a fűtési szezon. A Nyírtávhő Kft. Az időjárás és a lakossági igények függvényében bármikor el tudja indítani a szolgáltatást. A cég a nyári karbantartási munkákat már befejezte, és a tervezett fejlesztésekkel is végeznek október elején. A távhőtörvény értelmében néhány éve már szeptember 15-e a hivatalos fűtési szezon kezdete. Ez azt jelenti, hogy a helyi szolgáltatónak ettől az időponttól biztosítania kell a fűtés beindításának lehetőségét. A dátum az időjárástól és a lakosság igényeitől függ. Az elmúlt évben az enyhe időnek köszönhetően csak október 20-án fűtöttek, viszont 2013-ban, szeptember végén már az egész városban beindították a szolgáltatást. A Nyírtávhő Kft. A nyári karbantartási munkákat a megszokott ütemezésben elvégezte, a fejlesztési beruházásai pedig egy nyertes pályázatnak köszönhetően kibővültek. Még augusztus végén el tudtuk kezdeni a városban azokat a halaszhatatlan beruházásokat, ami üzembiztossá teszi a szolgáltatásunkat. Ilyen napokban ért véget több helyszínen, így az Erdősoron, az Északi körúton, a Vasvári Pál utcán, a Ferenc körúton, illetve a Kossuth utcán beruházási munka, és még három helyszínt tervezünk. Ez a McDonald's előtt a belvárosban, az Országzászló téren, illetve a Kossuth utcán, Kossuth utca végében a volt Málka Presszó előtt végzünk nagyobb volumenű munkát, de ezt is igyekszünk a jövő hét végére befejezni. Az ügyvezető hozzáfűzte, ezek távhővezeték rekonstrukciós munkálatok,
amelyek során az alapinfrastruktúrát cserélik ki. Emellett a hőközpontokban már befejeződtek a szükséges beruházások. Az állammal kapcsolatos valamennyi ügyeinket két helyen is intézhetjük Nyíregyháza belvárosában. A két hete átadott kormányablakok, az ügyfélközpontúság, a gyorsabb ügyintézés jegyében 21. századi körülmények között várják a városlakókat. Két hete megújulva várja a városlakókat a korábbi kormányablak, a Hősök tere 3 szám alatt, ahol eddig csak a kormányablakhoz tartozó ügyeinket intézhettük. Szeptember 9-től azonban már az okmányiroda hatáskörébe tartozó ügytípusokban is eljárhatunk, ugyanabban az épületben, legyen szó személyi okmányokkal, útlevéllel vagy közlekedés igazgatással kapcsolatos ügyekről. Nem zár be a régi okmányiroda sem, ügykörét ugyanis kibővítették a kormányablakhoz tartozó feladatkörökkel, így két helyszínen egyformán elérhető valamennyi ügykörtípus minden városlakó számára. Szeptember 9-én mind a két helyen megnyitottuk egyszerre a kormányablakot, ahol egyébként ugyanazok a szolgáltatások várják az ügyfeleket. Az egy hétnek a tapasztalata az az, hogy valószínűleg a másfél hónapos bezárás miatt a Hősök tere 3 alatt egyenlőre kevesebb ügyfelet tudunk kiszolgálni. Én nagyon szívesen arra biztatnám a kedves ügyfeleket, hogy ugyanazokat a körülményeket, ugyanazokat a szolgáltatásokat kapják a Hősök tere 3 alatt is, úgyhogy bátran most már keressék föl a Hősök tere 3 szám alatti volt első generációs kormányablakot, ami most már ugyanúgy második generációs új típusú kormányablak lett, mint a Kossuth tér 1 szám alatti. Az integrált ügyfélszolgálattal lehetővé válik, hogy egy pultnál több mint 400 féle ügyben is eljárjunk. Az új rendszerben ehhez igazodóan alakították ki a munkaállomásokat is, ugyan mindent egy helyen, de az okmányirodai ügytípusokat csak bizonyos ablakoknál lehet elintézni, ahogyan a kormányablakhoz tartozó ügyeket is. A minél alaposabb ügyintézés érdekében évvégéig folyamatosan fejlesztik a kormányablakok tudástárát is, amely az ügyintézők pontosabb és a jogszabályokat követő napra kész munkavégzését teszi majd lehetővé, minimálisra csökkentve a hiba lehetőségét. A megújult hivatalok egységes arculata, a könnyebb tájékozódást, a 21. századi környezet pedig mindezek mellett nem csak a gyorsabb, de a kellemesebb ügyintézést is szolgálják. A tervek szerint pedig évvégéig 40 ügykörben nyílik majd lehetőség elektronikus ügyintézésre is. Idén is megrendezik a Szép Világnapját Nyíregyházán. Szeptember utolsó vasárnapján a prevenció, azaz a megelőzés jegyében szakorvosi tanácsadással és szűrésekkel várják a városlakókat a Kossuth térre. Magyarországon évente 60-70 ezer ember hal meg különböző szív- és érrendszeri megbetegedésekben. A halálozási adatok alapján Európa nyugati országaihoz képest ugyan rosszabbul állunk, mégis javulást mutat a tendencia. A trend, a tendencia egyértelműen javuló, tehát most már mi is követjük ezt az infarktusnak a csökkenését, akár számban, akár halálozásban. Ez köszönhető egyrészt annak, hogy a technikai fejlődés, hál' Istennek, nálunk is lehetővé vált. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egy infarktussal bekerülő beteg ugyanolyan eséllyel kapja meg azt a legkorszerűbbnek tekinthető kezelést Magyarországon, mint Nyugat-Európában, és ezen belül mondhatjuk, hál' Istennek, azt is, hogy most a mi kórházunkban is. Ez az egyik része a dolognak, ezáltal a halálozás valóban jelentősen tudtuk csökkenteni mi is. Viszont amiben tovább lehetne lépni, és itt állunk még rosszabbul, a megelőzés. És itt az embereknek az agyában kell egy kicsit rendet csinálni. A betegségcsoport elsősorban a helytelen életmód miatt alakul ki. A legnagyobb veszélyt a tünetmentesség jelenti. Az érintettek ugyanis sokszor semmiféle előjelet nem tapasztalnak. Az okok között a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód, az elhízás, a magas vérnyomás, a túlzott mértékű alkoholfogyasztás, a cukorbetegség, a stressz, de örökletes tényezők is felsorakoztathatók. A szív- és érrendszeri betegségek jó része a szakemberek szerint egészségtudatos életmóddal megelőzhető. A Szívvilágnapi program éppen ezért a prevencióra helyezi a hangsúlyt. Ezek a napok arra szolgálnak, hogy felhívjuk az egyszerű lakosok figyelmét arra, hogy van szívük, hol van a szívük, mit tehetnek a szívükért. Ehhez próbálunk mi segíteni, próbál segíteni a szakellátás, próbál segíteni az alapellátás, és a kettőnek az összefogásából szeretnénk azt elérni, hogy azok az információk eljussanak az emberekhez, hogy mit tehetnek azért, hogy elkerüljék a szív-érrendszeri betegséget, a szívinfarktust. A gyógyításban is nagyon komoly eredményeink vannak, nagyon jól felszerelt laborunk van, nagyon komoly szakembergárdával rendelkezünk, de azt gondolom sokkal fontosabb az, hogy ezeket a betegségeket és ezeket a problémákat tudjuk megelőzni.
Számos program bizonyítja, hogy Nyíregyháza vezetése kiemelten fontosnak tartja az egészségmegőrzést, amelyet a kórházzal együttműködésben megvalósuló szívvilágnapi program is tükröz. Az elmúlt évek infrastruktúrális fejlesztése segítette a sportolást, egészségmegőrzés, gondok a kerékpárutakra, a szabadidőkondi parkokra, amik nagyon népszerűek, avifocipályákra, de hát egyéb sportolási lehetőségekre, és hát ugye elkezdtük, már másfél éve megy a Mozdulj Nyíregyháza, ami nagyon népszerű. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy legyen hol sportolni, de hogy menjenek az emberek, ahhoz kellenek ilyen figyelemfelhívó rendezvények, és hát a Szívvilágnapi az már város egészségügyi nagy rendezvényén nőtte ki magát, amit most már mondhatom hagyományosan a kórház az önkormányzattal együtt szervez. Szeptember 27-én vasárnap a város szívében, a Kossuth téren több mint 120 az egészségügyben tevékenykedő szakember nyújt majd szakmai segítséget, információt és véges szűrést az egészségmegőrzés iránt fogékony városlakóknak. A nap folyamán gyermek- és iskolaorvos, valamint védőnő nyújt tanácsadást, fogorvos, pszichiáter és még számos szakember prevenciós céllal foglalkozik majd a látogatókkal. Közlekedés biztonsági roadshow kezdődött Nyíregyházán. Mindjárt jönnek a részletek, előtte nézzük a nap további híreit. Tegnap este a Szegfű utca jelzőlámpás csomópontjában három autó futott egymásba. A balesetben személyi sérülés nem történt. Szintén hétfőn este nádas tűzhöz riasztották a tűzoltókat Nyíriesre. A kiérkező katasztrófavédők megfékezték a lángokat, de a növényzet közel 400 négyzetméteren elégett. Két személygépkocsi ütközött össze ma hajnalban a 471-es számú főúton Nyírmeggyes belterületén. A két járműben 9 utaztak, közülük 7 súlyosan, 2 könnyebben sérültek. Az ütközéstől az egyik személygépkocsi kigyulladt. Az ukrán rendszámú autóban nagy mennyiségű ismeretlen eredetű cigarettát találtak. Ma délelőtt a Géza és a Lilium utca kereszteződésében egy haszonjármű kanyarodás közben nem adott elsőbséget egy személygépkocsinak és összeütköztek. A balesetben személyi sérülés nem történt, de jelentős anyagi kár keletkezett. Szeptember 23-án szerdán elkezdődik a Deák Ferenc utca, Arany János és Móricz Zsigmond utca közötti szakaszának felújítása. A munkálatok során felmarják a régi aszfaltburkolatot, szintbe helyezik az aknafedlapokat, átépítik a csapadékvíz elvezető rendszert, szegélyt építenek és végül új aszfaltréteggel burkolják az 574 méter hosszú útszakaszt. A helyreállítás a gépjármű forgalom teljes, illetve részleges korlátozásával jár. Közlekedés biztonsági roadshow kezdődött Nyíregyházán. A Magyar Autóklub biztonságosan közlekedni egy életúton elnevezésű akciója kicsiknek és nagyoknak egyaránt segít felkészülni a biztonságos közlekedésre. A következő 4 napon a Tesco parkolójában a nyíregyházi iskolásokat játékos formában oktatják majd a szakemberek. Akkor észleled, amikor a zöld zászló mellett vagy. És meg kell, hogy álljon az autó mindenképpen, nem vészfékezéssel, hanem szépen, rugalmasan, de semmiféleképpen nem szabad elütni. Jó? Lehetünk? Ezt a vezetésbiztonsági pályát próbálhatták ki a nyíregyházi diákok ma délelőtt az egyik bevásárlóközpont parkolójában. Az oktató azt mutatta be nekik, milyen nehéz nagy sebességről megállni a sofőrnek, ha hirtelen lelép elé egy gyalogos. A diákok számára egy biciklis gyakorló pályát is összeállítottak, de azt a szemüveget is ki lehetett próbálni, ami azt modellezi, mit érzékel a környezetből egy ittas ember. A jogosítvánnyal rendelkező felnőttek pedig egy vízes útszakaszon tesztelhették, mit tennének, ha hirtelen irányíthatatlanná válna az autójuk. A Magyar Autóklub idén már 11-ére szervezte meg a biztonságosan közlekedni egy életúton elnevezési roadshowját, ami játékos formában hívja fel kicsik és nagyok figyelmét, okosan egymásra odafigyelve kellene közlekedni. Az autóklubnak az alapító levelében is benne szerepel a feladata, a legfontosabb feladata csökkenteni a balesetek számát. És ez a szolgálja a gyerekkortól egészen az öregkorig. Programokkal állunk rendelkezésre, és erre nagyon sokat költ az autóklub, éves szinten több mint 100 milliót.
A rócsó megnyitójára a rendőrség képviselőit is meghívták. Hudák Zsolt rendőrezredes arról beszélt, hogy tavaly több mint 600 halálos baleset volt az országban, és ugyan az elmúlt években javult a statisztika, de minden eszközt be kell vetni, hogy felhívják a figyelmet, óvatosan kell közlekedni. Én arra kértem a gyerekeket, a felnőtteket, szülőket, rokonokat, hozzátartozókat, folyamatosan figyelmeztessék arra, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami helytelen, és ezzel talán tudják az ő gondolkodásukat is befolyásolni, ha még eddig nem sikerült. A közlekedés biztonsági pályánál megjelent gyerekek azt mondták, eddig is rászóltak a szüleikre, ha azok szabálytalanul közlekedtek. Anya nem a bicikli úton megy, hanem a gyalogúton, akkor mondom nekik, hogy ott nem lehet menni, hanem csak a bicikli úton. Az önkormányzat nevében Szilvási István üdvözölte az Autóklub nyíregyházi kampányát. A képviselő azt mondta, több lett a városban a bicikliút, de sokan nem szabályosan használják ezeket. Magam is tapasztalom, illetve erről azért több fórumon is beszéltünk már, hogy nincs még kialakulva az a közlekedési kultúra Nyíregyházán a minden biciklis részéről, tisztelet a kivételnek, azért egyre többen tudják már, hogy hogyan is kell biciklivel közlekedni ezeken az utakon, illetve az átkelőkön. Az Autóklub roadshowja 4 napig szeptember 22-e és 26-a között tartózkodik Nyíregyházán. Ez idő alatt fogadja az iskolásokat és az érdeklődő felnőtteket a Tesco parkolójában. Európai és magyar bajnok atléták állnak rajthoz a hétvégi Nyírség Kupa dobóversenyen. Márton Anita és Kővágó Zoltán mellett a szervező Nyíregyházi Sportcentrum legjobbjai is indulnak. A Nyíregyházi Sportcentrum legsikeresebb szakága 6. alkalommal rendezi meg a Nyírség Kupát. A dobóatléták szezonzáró versenyére ezúttal is érkeznek sztárok, így a súlylökő Márton Anita mellett a diszkoszvető Kővágó Zoltán és a horvát színekben induló Varga Roland is rajthoz áll. Utóbbi számban Szikszai Robert és Káplár János személyében nyíregyháziaknak is szoríthatunk, főleg azért, hogy sikerüljön megdobni a 66 méteres olimpiai kiküldetési szintet. Szikszai Robert edzésen már dobott 65 méter körül. Nagyon jó eredmény dobhat, hiszen valóban úgy van, hogy ő az az ember, aki úgy dolgozik, mint egy gép, soha nem fáradt. A többi versenyző már ugye látszik rajtuk az idényvégi forma, rajta még nem. A Nyírség Kupán ezúttal nem indul az olimpiai bajnok Pars Krisztián, aki sérüléssel bajlódik. Ha orvosai engedik, elutazik Nyíregyházára, de csak nézőként. A versenyen több korosztályban mérik össze tudásukat a dobóatléták, a gyerekektől a veteránokig. Nekünk ez a verseny az egyik legsikeresebb szakágunknak a versenye, és hát azzal a céllal hoztuk létre, már én is immár 6. alkalommal rendezzük meg, hogy népszerűsítsük az atlétika ezen szakágát, tehát a dobó szakágat, aminek az eredményei már látszanak is a dobópályákon, hiszen nagyon sok fiatal készül, akár súly, akár lökésben, akár diszkoszvetésben, vagy éppen gerelyhajításban. A Nyírség Kupát szombaton rendezik a Tiszavasvári úton lévő NVSC pályán. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Több mint 4 milliárd forint folyt be helyi adókból szeptemberben a nyíregyházi önkormányzathoz. A legnagyobb bevétel az iparűzési adóból származik, amelyből a tervezetnél nagyobb pénzösszeg folyt be. A szabolcsi megyeszékhelyen helyi adókból ebben az évben eddig 9,5 milliárd forintot fizettek be a városlakók. Szeptember 15-én hivatalosan megkezdődött a fűtési szezon. A Nyírtávfő Kft. Az időjárás és a lakossági igények függvényében bármikor el tudja indítani a szolgáltatást. A cég a nyári karbantartási munkákat már befejezte, és a tervezett fejlesztésekkel is végeznek október elején. Az állammal kapcsolatos valamennyi ügyeinket két helyen is intézhetjük Nyíregyháza belvárosában. A két hete átadott kormányablakok az ügyfélközpontúság, a gyorsabb ügyintézés jegyében 21. századi körülmények között várják a városlakókat. Ezek voltak a mai nap legfontosabb eseményei Nyíregyházán. Szerdán este is várjuk Önöket a legfrissebb információkkal. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!